Sziasztok! Veronikának készítünk egy szép fülbe valót, vagyis hát egy párat, de mielőtt ezt elkészítenénk, ilyen kis nedves törlővel letöröljük a fülecskédet, jó? Itt is, meg a másik felén is, ez szép tiszta legyen rendben. Ez jó érzés neked? Jó, szuper! Milyen fülbe valót választottál, elmondod nekünk? Világos kéket. Nagyon szép, ezt majd meglátjátok. Most meg fogjuk rajzolni a fülecskéden, hogy hova kerüljenek ezek a virágok, jó? Ilyen pöttyöket rajzolunk, és amikor a tükörbe megnézed a szép fülbevalóidat, nagyon boldog leszel. Jó lesz így? Jó lesz? Nézd, akkor egyik fülecskéden rajzol a pöttyöt. Nagyon ügyes vagy, másik felére is. Ezt meg is fogjuk mérni, hogy jól csináltam, hogy szép helyre kerüljenek a fülbevalóid, jó? Nagyon ügyes, hogy egy picit erre fordulunk. Jó, ő rajta egy kicsit kell igazítani. Nagyszerű, másik felét is elfordítjuk, meg bejelöljük, összemérjük. Nagyon szuper, nagyszerű, aksi. Akkor bekapcsoljuk azt a lehet kapcsolni a lámpát. Szeretnéd, hogy lekapcsoljam? Uh-huh. Jobban fog csillogni a fülbevalód. Jó. Akkor maradjon? Figyelj, van kedved lehúzni a papírkáját az egyik szép virágodnak? Uh-huh. Akkor ezt húzz le, légy szíves. És akkor hozom azt a szuper szerkentyűt, ami neked a fülbevalódat el fogja készíteni. Nézd, teljesen hangtalanul, csöndesen így be fogja helyezni a fülecskédbe a fülbevalót. Jó, gyere, nyomjuk meg a tetejét. És kezeddel, így, erősen, azaz. Egy fülbevaló készen van. Már rád vár, jó? Másik fele. Őt is húzd a létszíves. Oksi, őt is ide betesszük. Kis erős kezedben nyom meg a tetejét. Azaz, nagyszerű, kész a fülbe való. Na, akkor azt csináljuk, hogy előre nézünk, mosolygunk, és elkészítjük a első fülbevalódat, jó? Mosolygás, mert mi örülünk, lesz fülbevalónk. Egy icipicit meg fogom bökni a fülecskédet, de nagyon picit csak. Készen vagy? Ezt nézd meg, fogom a tükrödet. Ide nézd, mit szólsz hozzá? Na, milyen lettél? Szuper! Tetszik? Fogd meg, mert mindjárt lesz egy másik szép fülbevalód is. Jó, és akkor készítettem neked egy annyira aranyos meglepetést, amiért te ilyen ügyes vagy, jó? És ő is készen van. Megmutatjuk a közelről a fülbevalót, jó? Szupi, hát mit szólsz a fülbevalókhoz? Hm? Veronika, mit szólsz hozzá? Tetszik neked? Lesz egy ilyen utókezelő oldat, amivel csöpögtetni kell majd a virágokat. Napi háromszor, hogy ne hervadjon el, és gyógyítsuk a fülecskét, jó? Mögé csöpögtetünk előre, megtoljuk, hogy legyen mozgástere, oda tudunk csöpögtetni hátra, és forgatni kell a fülbevalót, ez már neki nem fájhat. Jó? Ezt kell csinálni 4 hétig napi háromszor, és akkor nagyon ügyesen arra vigyázni, hogy ne aggadjunk be semmivel a fülbevalóval. Jó? Nézd, amit ilyen ügyes voltál, azt tőlem egy csillámtetkót. Ezt kérem. Ez mind a tiéd, édesem. Mit szólsz hozzá? Tetszik. Erősz neki? Jó, tehát akkor Veronikának van fülbevalója. Integessünk. Sziasztok!